Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Kicsi és hasznos programot szeretnék bemutatni. Ez valóban pici és valóban hasznos, de a telepítésre oda kell figyelni. Espanzo, azaz bővítő eszköz fogunk megismerni. Mi az a bővítő eszköz? A snippeteket, ilyen töredékeket, egyebeket sok helyen tudod használni. Programozók használják azt a gondolatot, hogy bizony beírnak 2-3 betűt, és a program automatikusan kiegészíti, kibővíti a betűsort, azaz mondjuk beütsz 3 darab betűt, és egy jó hosszú karaktersort beírunk. Azaz mondjuk egy ilyen gondolatot, hogyha én azt szeretném beiratni, hogy kis Pista, elegendő az, hogy KP, Enter, vagy nem kell Enter, és utána kiírja, hogy kis Pista. Ilyet a legtöbb program használ. Oké, ezzel Dunát lehet rekeszteni, az összes, na jó, nem mindegyik, de a legtöbb szövegszerkesztő, kódszerkesztő ismeri ezt a lehetőséget, megadsz egy rövid szöveget, és beír a hosszú szöveget. Szuper! Igen ám, ezzel mi a probléma? Hogyha használsz 4-5 programot, akkor természetesen 4-5-ször meg kell adni a programnak a bővítő snippet rendszerébe azt a kódot, azt a rövid szöveget, illetve azt a hosszú szöveget, amit te szeretnél használni, ilyen kis cserélgetős eszközt. Hogyha 10 program, akkor 10 helyen kell megadni. Na hát az Espanzo, az kicselezi ezt az egészet. Miért? Mert ő egy központi, háttérbe futó, bővítő snippet rendszer. Miért jó ez? Mert az összes, na jó, nem az összes, a legtöbb programban ez működik, azaz terminálban működik, azaz működik weblapokon, azaz működik a legtöbb szövegszerkesztőben központilag, azaz egyszer megadsz egy kódszót, egy kis rövidke karakterkészletet, aztán azt jól kibővíti. Oké, szuper! Oké, azt mondtam, hogy szuper, de azt is mondtam, hogy jó lenne, hogyha odafigyelnénk a telepítésre. A telepítése nagyon egyszerű, illetve nem egyszerű, de egyszerű. Természetes nekünk minden egyszerű, meg tudunk oldani. Első körben, mivel mi Linuxot használunk, el kell dönteni, hogy X11-et vagy Wayland-et használunk. Na hát, hogyha valaki nem tudja, az nézzen utána, hogy az ő disztribúciója, az ő által felrakott környezet mit használ. Ez szerint kell telepíteni. A telepítés nagyon egyszerű, azon szempontból, hogy ki kell választani. A Debianhoz van csomag, Fedorához Apimage, vagy éppen kézi fordításon. Én azt a gondolatot tenném meg, mivel a Manjarohoz is azt írták, hogy Apimage, vagy kézi fordítás, gyakorlatilag van hozzá egy Aur csomag, azt lehet használni. Azaz nézd meg a te disztribúciódat, hogy hát ha kapsz egy kész, kézifordítás nélküli rendszerhez igazított csomagot, a Manjarohoz, Archhoz, természetesen az Aurba van egy csomag, és azt tudod használni. Az Apimage lehetőségéről többször beszéltünk, külső program, tehát úgy értem, hogy külső csomagkezelő, ami nem a rendszeredhez, a disztribúciódhoz készült, és mindenhol használható, egyszerű futtatási jogot kell hozzáadni. A következő gondolat természetesen az, hogy meg kell mondani telepítés után a rendszerednek, hogy legyen szíves ezt már felhasználni, és tudni indítani automatikusan. Ha telepítetted az Espanzo-t, érdemes az Espanzo kötőjel-kötőjel verziót elindítani, kérje a verziószámot, és kiderül, hogy valóban telepítetted. Minden oké. A következő gondolat, Espanzo Service Register. Regisztrálod a rendszeredbe, természetesen ezt a programot, illetve Espanzo Starttal el fogod indítani. Hogyha éppen ezzel gondod van, olvasd el a leírásokat, nekem alapból indult, tehát nem jelentett gondot, alapból indult, és működik igazából, ezért nem tudok olyasmit mondani, hogy milyen hibakeresések lehetnek, több hiba előfordulhat, egy Manjaron alapból ez működött, telepítettem az Arch csomagot, ez nagyon fontos, és utána ezt a két sort beírtam. Én abból az egyszerű gondolatból indultam ki, hogy ezt megteszi a rendszer, nem tette meg, azaz elindíthatjuk a rendszerünket, és működni fog az Espanzo. Automatikusan szépen kiszokta nekem írni indításkor egy kis üzenetablakba, hogy én bizony elindultam. Oké, hogyan használjuk? A használata nagyon egyszerű, ami hozzáteszem alapesetben egyszerű, de a végtelenségig összeterjedő dolgokat tudunk csinálni vele. 2 olyan használati módja van, amit érdemes tudni. Az első a
kevésbé dinamikus, a statikus megoldás, azaz, hogyha te beírod azt, hogy XYZ betű, akkor automatikusan áttérja a karaktersort a kívánt karaktersorra. Ez kényelmes dolog, statikus. Van egy karaktersor, betűsor, inkább így mondom, és azt át fogja neked írni a megfelelő jó hosszú, nyilvánvalóan azért ennek van egy korlátja, de még nem találkoztam vele, egy jó hosszú karaktersorra, tehát egy cserélést. Ez a statikus megoldás, erre fogok én inkább példákat mutogatni, illetve van egy dinamikus megoldás, erre a dinamikus megoldásra egyetlen egy példát fogok hozni, az pedig a date, kettős pont date megoldás, ami a dátumot fogja nekem beírogatni, gyakorlatilag az esetek 95-96%-ában programok. 95-96%-ában ez működik. Érdekesség, például vannak olyan fórumok, ahol nem fog ez működni, tehát a fórum motor ezt nem fogja neked támogatni. Általában érdemes kipróbálni, hogyha te ezt arra szeretnéd használni, hogy bizonyos fórumokon, weblapokon be akarsz írogatni jó hosszú aláírást például, vagy egyéb szöveget, akkor természetesen jobb, mielőtt nekiállsz, megugrasz a konfigurációnak, és csak erre szeretnéd használni, és megnézni, hogy ez ott működik-e. Nekem, ahogy mondom, 95-96%-ban működik, tehát én gyakorlatilag ezt nagyon megszerettem, napi szinten használom. Hát nézzünk is rá egy-két példát, illetve konfigurációt. A konfigurációja, beállítása viszonylag egyszerű, beírod, hogy Expanzo Edit, és a beállított alapértelmezett szövegszerkesztőt meg fogja neked nyitni, de előtte nyilvánvalóan el kell olvasni a doksikat. Nagyon jó kis doksia van, én az alapbeállításokkal rámutatok, gyakorlatilag inkább azért, hogy kedvet kapjál hozzá, nem azért, hogy az összes beállítást, ami egyébként lehetetlen, mert itt igazából sok-sok-sok lehetőség van. Én úgy gondolom, hogy inkább kedvcsináló, és utána eldöntöd, hogy te az úton, amit megmutatta, meddig fogsz elmenni. Én gyakorlatilag a cseréljük ki a rövid szöveget hosszú szövegre című dolgot szoktam használni, azaz igazán az alapbeállításokat használom. Nem fog senkinek meglepetést okozni, hogy a .config rejtett könyvtárba lesz a beállító állomány. Gyakorlatilag, hogyha te nem látod fájlkezelőbe a .config saját könyvtárodba a .config állományt, hát ez bizony ez egy könyvtár, akkor be kell állítani, hogy a fájlkezelődbe látszódjon a rejtett állományok, rejtett könyvtárak is. Nyilván fájlkezelőnként ez eltérhet, én alapesetben nem szoktam engedélyezni. A tunárba a Ctrl H billentyű lenyomásával kapjuk meg ezt a lehetőséget, és oda megyünk a config könyvtárunkba, és meglepetésként az Expanzo könyvtárba fogunk belemenni. Itt kettő darab könyvtárat fogunk találni, az egyik a config könyvtár, ez nem kell nyúlni, gyakorlatilag a programot konfigurálja, alapbeállítás jó, ha nem, akkor elolvasod a leírásokat, hogyha valami nem működik, illetve az én elgondolásomnál, az én bemutatott gondolataimnál bővebb konfigurációt szeretnél megtenni, hát bizony ahhoz nem nyúlunk, a Macs könyvtárba megyünk be, és ott van egy Base megnevezésű állomány, és ilyen furcsa YML kiterjesztésű, ami már rögtön adja sok embernek azt, hogy bizony itt olyan konfigurációs fájllal fogunk dolgozni, ami sima szöveg, de oda kell figyelni a formázásra. Eléggé fura dolog, hogy a formázásra oda kell figyelni, természetesen a pontos formázás fontos dolog, de ezt a pontos formázást kicselezzük, hogy állandóan másolgatunk dolgokat, és nem kézzel írogatjuk be a formákat, a sablonokat. Nézzünk is bele, belenézünk, rákattintunk, és egy picit bele nagyítunk. Az alapformációt mindenki ismeri, egyértelmű, és véleményem szerint ezen megyünk egy kicsit tovább. Kötőjel, space, tigger, felkiáltású dolog után beírjuk az idézőjelek közé azt a jelzést, amit mi szeretnénk használni. Nálam a pontos vesző a lesz az, amit használunk. Mindenképp érdemes egy bevezető karaktert kitalálni. Pontos vesző, kettős pont, a bemutató állományba kettős pont van, én átírtam ezt pontos veszőre,
és ezt fogom majd a későbbiekben használni. Tehát elméletileg az alábbi gondolatot megtettük. Van egy bevezető karakterünk, ami pontos vesző, és kettő darab a betű a változtatás, és utána jön a csere, kettős pont, space, és megint idézőjel közé berakott akármi, ez a szöveg fog megjelenni, ha te beírod, hogy pontos vesző, a. Ez automatikusan meg fog jelenni, tehát nézzük is meg. Nézzünk meg egy sima szöveget, megnyitottam szintén a Gini elnevezésű programba. Ez egy szövegszerkesztő, szerintem az egyik legszuperabb, sokat tud, még többet is, mint amennyit én használok, és természetesen bővíthető, és természetesen normális leírása van. Az az elgondolásunk, hogy a pontos vesző a lenyomására nekem valami másik megadott szövegnek kéne megjelenni, és szuper, ebben működik. Oké, mondhatjátok azt, hogy ez csalás, és csak ugyanabban a szövegszerkesztőben, amiben elindítottuk ezt a programot, és igazából biztos csak be van állítva. Hát nézzük is meg, mondjuk az NVIM-et is hívjuk meg NVIM, az egy terminálós szövegszerkesztő, hát bizony alapesetben így indul, ezzel nem kell nagyon foglalkoznunk. Én a betű lenyomásával előhívtam a szövegszerkesztő részét, mert nyilvánvalóan itt azért az NVIM-ben van egy többfajta funkció, többfajta lehetőség, szövegszerkesztő részét, és azt mondtuk, hogy van pontos vesző, be van írva pontos vesző, és ha jól emlékszek, akkor az a lenyomásával meg kellene jelenni, meg is jelent ez a szöveg. Szuper? Szuper! Természetesen, hát azt mondhatjátok, oké, beállítottad, hogy ott is bizony van ilyen változtató snippet rendszer, és ezt beállítottad, hogy dicsérd az expanzót. Hát bizony nem így van. Nyissunk meg egy olyan lehetőséget, mint például webböngésző. Nyitok egy új lapot, és beírom, hogy pontos vesző, a, és kiadta a szöveget. Tehát itt is működik. Azaz, hogyha van valami jó hosszú webcímed, amit nem szeretnél esetlegesen beírogatni a könyvjelzők közé, vagy elkönyvjelzőzni, nyilvánvalóan az itt is működik. Szuper, igaz? Na hát, oké, a működése ennyi. Azt hiszem, megismertünk minden egyéb dolgot. Na hát, nézzünk is meg egy-két, hát olyasmit, ami érdekesebb. Látható volt az, hogy egy sor jelent meg. Ha egy sort szeretnél használni, akkor az jó hosszú is lehet, nem csak ilyen rövidke. Persze nem a háború és békét kellene beírogatni ide, hogy azt írja be, hanem a pár sor, pár mondat lehet. Pár mondat lehet, igen, pár sor lehet, igen. Na hát itt a sor szón van a hangsúly. Előfordulhat az, hogy te nem egy kigyó szöveget szeretnél beírni, ami esetlegesen jó hosszú, és majd a program, amiben te beírod, az tördelje azt a hosszú sort, vagy azt a sok-sok mondatot, hanem szeretnéd megadni a tördelést. A tördelés megadásának különböző módszerei vannak, háromfajta módszere van. Az egyik a vissza per n jelzés, tehát sorvégjelzés beillesztése, amit én nem használok. Tehát gyakorlatilag a tördeléshez ide például, mindjárt beírom, hogy sorvég N, igen, oké, ez így tördelődjön meg, hát bizony én azt gondolom, hogy ez egy kényelmetlen megoldás, Ctrl-S-sel lementem, figyeljetek, itt a sarokban rögtön észreveszi az expanzó, hogy megváltozott a konfigurációs fájl, és ide jövök, ezt kitörlöm, mert erre nincs szükség, azt hiszem, hogy pontos vesző, o, és a tördelés megjelent. Ez egy kényelmetlen dolog, én ezt nagyon nem szeretem, mivel hogy a szövegbe be kell illeszgetni vissza per és n karaktereket, sorvég karaktereket, és ott tördelődjenek, ezt nem látom. Ez a problémám vele, hogy ezt én úgy nem látom, persze a vissza per n-t látom, csak a formátumot nem látom. Látható, hogy jó lenne, hogyha itt nem egy üres hely lenne, egy space, akkor vissza kéne menni ide, és itt a space-t kitörölni. Na hát így olvasni egy hosszabb szöveget, hogy időnként benne vannak ilyen per n dolgok, az nem az én lelki világomnak való, nem az én szememnek való. Persze meg lehet oldani, na hát gyorsan ezt ki is törlöm,
Így, és le is mentem, hogy az legyen, amit én elkezdtem. Van másik megoldás. Azaz, van olyan, hogy a tiggert megadod. A tigger most 2 darab X lesz, meg a bevezető karakter, a pontos vesző, azt nem szoktuk használni, azért alakítom ki így a rendszeremet. Azaz a tiggerem, a jelzésem, ez legyen a csere, legyen olyan, hogy van ez a pipe, a V betű, dupla V mellett van a pipe, Alt-Grün lenyomásával, és a V betű, dupla V betű lenyomásával megkapod ezt a pipe elnevezésű oszlopocskát, csikocskát. A másik kacsacsőr, nekem a kacsacsőr nem annyira a kedvenc, tehát maradt a pipe jelzés. Tehát a replace, 2 pont, üres hely, és jön a pipe, és alája, pontosan alája, és hogyha nincsenek benne extrém karakterek, akkor idézőjel nélküli, beírogatjuk szépen olyan ötördeléssel a szövegünket, ahogy mi szeretnénk látni. Látható, igaz? Látható, hogy én összetördeltem ezt a sort, 3 darab sorunk lesz. Nézzük is meg, hogy működik-e ez. Nyilvánvalóan egy Ctrl-S-el a módosításokat lementjük, meg is nézzük a teszt szövegünkbe, gyakorlatilag csinálunk egy új sort, van a pontos vesző, és 2 darab X, oké, okay, tördelés, megjelent tördelés. Mire kell figyelni? Míg a vissza per N megoldást mindenképp, és azon kívül állandóan idézőjeles megoldással tudod megadni. Miért? Mert ez egy olyan karakter, a vissza per N, ami igazából nem egy hagyományos, tehát nem a vissza per N-t szeretnéd megjeleníteni, ezt idézőjelbe kell tenni. Számomra nem kedvenc, számomra ez a megoldás a kedvenc. Itt a formázást pontosan így kell megadni. Azaz pontosan ilyen formátumnak kell lenni a sor elejének, a sor vége akármilyen hosszú lehet, meg akármi lehet mögötte, lehet kisbetű, nagybetű, akármi, de a formázás ilyennek kell lenni. Trükk. Nem írogatunk, hanem felmegyünk az expanzó oldalára, és fogjuk az egészet, aztán kimásoljuk a példát. És akkor a formátum megfelelő lesz. Ha nem jó a formátum, akkor nem ilyen színű, hogyha így van beállítva a színkódolás, nem ilyen színű, hanem másik színű lesz a szöveged, azaz oda kell figyelni iszonyatosan a formázásra. Oksi, szuper! Szuper? Hát persze, hogy szuper, mert tördelt szöveget is be tudunk írni. Oké, azt hiszem ez egyértelmű már a használhatósága, az ötletek, amik megindulnak az ember fejében, végtelenek, oké, de mi van akkor, hogyha te szeretnél mondjuk egy aláírást különbözőféle képpen megadni, és nem szeretnél különböző tiggereket hozzápárosítani, hanem egyet, és szeretnél választani. Például aláírásokat lehet így megadni, egyik aláírásnál megadott, hogy tisztelettel 2 Balogh László, na hát a Balogh László én vagyok, a másik aláírás üdvözlettel 2 Balogh László, címem, telefonszámom, igaz? Ez 2 darab aláírás, itt a választék 1, választék 2 között lehet majd választani. Nyilván aláírásokhoz nem szeretnék minden aláíráshoz kitalálni könnyű, megjegyezni már nehezebb, különböző tiggereket használni, így bizony az expanzó kitalálója, ő azt mondta, hogy legyen egy választéklistánk. Egy választéklistánk úgy néz ki, hogy megadjuk a tigger folyamatosan ugyanaz, és utána a csere lehetőség, bizony akár így is megadható természetesen, de én egy sorba ezt szeretném megadni, megadjuk az első választékot, megadjuk a második választékot, megadjuk a harmadik választékot, megadjuk a negyedik választékot, és mindegyik elé oda kell írni a tiggernek a típusát, azaz bizony a pontos vesző, VV. Nézzük meg, hogy működik-e, hát bizony egy gyors mentést csináltam, nézzük meg, hogy hogyan működik ez. Azt mondtuk, hogy pontos vesző, és VV, és előugrik egy választék dobozunk, ki tudjuk választani akár az Alt 1, Alt 2, Alt akármennyi számmal,
azt a lehetőséget, vagy pedig elkezdjük beírogatni a választékhoz tartozó szöveget. Én általában, mivel szövegszerkesztés sok esetben úgy történik meg, hogy az egér azért működik, a választék kettőt választottam, kétszer rákattintottam, és már a kiválasztott választék kettő be fog íródni ide. Oké, a következő gondolat az, hogy volt olyasmiről szó, hogy dinamikus megoldások, a dinamikus megoldásokra a date parancs, azaz a dátumot légy szíves beírni, parancs az fog működni a kettős pont date beírásával, beírja az év, hónap, nap megoldást, nem ez az alapértelmezett, nem ilyen volt, de ilyen vissza per meg egyéb nem igazán jó. Én a date parancs, tehát a date választék lehetőségét általában akkor szoktam használni, amikor egy könyvtárat készítek, hogy a végére legyen szíves a dátumot odailleszteni, vagy egy dátumnak megfelelő könyvtárat szeretnék létrehozni. Nyilvánvalóan ott a per jelek nem túl egészségesek, aláhúzás jelekre változtattam, illetve a magyar, a számunkra megfelelő év, hónap, nap megoldást alakítottam ki. Nézzük is meg, ez működik-e? Természetesen működik, hiszen én kiszoktam próbálni. Azt mondtuk, hogy kettős pont és date, és be is írtuk azt a dátumot automatikusan, ami a mai nap van. Ennek a variálási lehetősége, tehát a dinamikus tiggereknek a lehetősége gyakorlatilag elég nagy, én ebben nem mélyedtem bele, számomra ezek nem annyira izgalmasak, a dátumot szoktam így használni. Hát nézzük is meg, hogy bizony lehet-e ezt terminálba használni. Persze, hogyha terminálba szeretnénk valamilyen megoldást használni, akkor ott vannak az aliaszok, tehát azok is hasonló dolgok, globálisak, de nyilvánvalóan csak a terminálba működnek, nyilvánvalóan az adott shellbe működnek, ezért az expanzós megoldások időnként kényelmesebbek. Ha kettő darab shellt folyamatosan váltogat, akkor esetlegesen az aliaszokat is kiválthatja a expanzós rendszer, ki kell próbálni, hogyan működnek. Nézzetek utána, olvassatok utána, mert ez elmondva nagyon egyszerű. Az esetek 90-95%-ában valóban az, a maradék 5-10%, aminek utána kell olvasni, mert nem mindig és nem egyértelműen úgy működnek, ahogy mi gondoljuk. Hát nézzük is meg. Nézzük is meg, terminálban működik-e ez a megoldás, tehát valóban működik-e. Természetesen mondhatjátok azt, hogy a date parancs, a dátum parancs az lehet valamilyen, akármilyen dolog. Vannak ilyen parancsok, hogy date, meg time, meg at, meg egyéb. Biztos azzal együtt működik. Nem, ez valóban csak egy kiegészítés. Azaz az év, hónap, nap mögé, hogy egyértelmű legyen, betettem két darab kötőjelet, meg egy ott, meg előttetek egy SD-t is beírok, előttetek történik, azaz lementem, a mentés megtörténik, kírja, hogy ő megcsinálta, elindítom a kittit, ez egy terminál program, és beírom, hogy date, és lehet látni, hogy nem a dátum jelent meg, mint egy date, dátum parancs esetén különböző paraméterekkel, hanem megjelent a beállított dátum, meg utána a szöveg. Tehát itt is működnek ezek a snippetes megoldások. Azért írtam át egy kicsit, hogy nehogy kavarc legyen azzal, hogy van date parancs, és igazából az működik, az valami háttérbe futó dolog, nem. Egyszerűen kicserélik a szövegeket, nézzük is meg, hogyha kicseréli a szövegeket, XX, igaz? XX volt, és bizony kiírta, hogy ez egy sor, ez egy egyéb, és a parancs nem található, nyilvánvalóan a szöveget kiírta, ez egy sor, ez volt a második sor, ez pedig a harmadik sora annak, azaz ide is át tudod hozni a dolgokat. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Gyakorlatilag elég sokat beszéltem alap dolgokról, mert beszerettem volna mutatni az egyszerű cserét, azaz van egy szöveg, azt kicseréli másik szövegre, van egy karakterlánc, kicseréli egy hosszabb karakterláncra. Nyilvánvalóan itt az a lényeg, hogy pár karakter hosszabb, sok karakterrel legyen kicserélve, fordítva nem igazán hatékony.
meg tudtuk adni azt, hogy hatékonyan tudunk formázni is, tehát sort tördelni. Ez a formázás jelen pillanatban. Ez egy nagyon kényelmes dolog abban az esetben, hogyha egy tördelt szöveget szeretnénk megjelenítetni, és megbeszéltük azt, hogy nem kell minden egyes snippethez, kis töredékhez, kis hosszú szövegecskéhez kitalálni saját tiggert jelzést, hanem be tudod strukturálni is, és egy darab tiggerhez több darab snippetet is, több darab kibővítendő szöveget is tudsz rendelni. Beszéltem a dinamikus megoldásról, gyakorlatilag én a dátumot szoktam beilleszteni megfelelő formában, ezzel igazából nem szoktam foglalkozni, ennek utána kell olvasni. Nyilván, hogyha valakinek ilyen dinamikusabb megoldások kellenek, akkor azért eléggé el kell mélyedni abba, hogy hogyan, miképp tudja azt megoldani. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó snippet készítést, jó expanzó használatot kívánok, sziasztok!